Kifejezetten eseménytelen játékkal telt a kiesési rangadó első félórája, egyedül Cukarász fejesét érdemes megemlíteni, amit király bravúrral védeni tudott. A játékrész hajrájában viszont alaposan felpörögtek az események, előbb Lukász révén a vendégek veszélyeztettek, majd a hosszabbítás pillanataiban két hali helyzet következett, ám Felipe mindkettőnél a helyén volt. A második félidő viszont rögtön góllal kezdődött, Grózáv centerezését követően Horváth lőtt a hálóba. A folytatásban a hazaiak komoly erőket mozgósítottak a fordítás érdekében, de nem jártak sikerrel. A legközelebb Funcho állt az egyenlítéshez, de a fiatal támadó kihagyta az ittszert, így 1-0-ás haladásvereség lett a derbi vége. Nem tudok senkit elmarasztalni, egy játékos sem, mindenki tette a dolgát, csinálta, amit kellett. Azt gondolom, hogy taktikailag rendben voltak a dolgok. Sajnos nincs meg hozzá a kellő kvalitásunk, hogy ilyen meccseket megnyerünk. A találkozón a vendégek kifejezetten jól gazdálkodtak lehetőségeikkel. Dajka László tanítványai két komolyabb zicserükből egyet góra váltottak, így pedig mind a három bajnoki pontot elvitték a Rohonczi úti stadionból. Nagyon örülök a győzelemnek, de az első 10 percet és a vezető gólunk után a második fél idő második felét úgy gondolom, hogy szeretném elfelejteni, mert nem úgy futballoztunk, ahogy kellett volna. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a játékot gólra játsszák, főleg mikor ekkora a tét, és egy nagyon-nagyon szép támadás sikerült nekünk góllal befejezni, és ezzel a szép góllal meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A sereghajtó haladás újabb vereségével most már 10 ponttal van lemaradva a még bentmaradást jelentő 10. helyen álló Kisvárda gárdájától. A vasi zöld-fehérek legközelebb szombaton lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig a 8. Paks otthonában.